Érkezik a teherautó a Keszthelyi Vűz Kft. Telephelyére. Az önkormányzat az elmúlt napokban rendelt mintegy 500 liter felület és kézfertőtlenítőt a Vűz és a GESZ számára. A vállalatok a buszmegállók, közterületek fertőtlenítésére és a mindennapi munkavégzéshez használják fel a szert. Az önkormányzat az Országos és a Zala-megyei Tűzoltó Szövetséggel együttműködve vásárolta meg a fertőtlenítőt. A Zala-megyei Tűzoltó Szövetség elvettük fel a kapcsolatot, illetve keresett bennünket, hogy tudnának a MOL által gyártott, hazai gyártású fertőtlenítő szereket szerezni jutányos áron. Itt kapva kaptunk az alkalmon, és az önkormányzati intézmények, cégek nevében rendeltük meg ezt a fertőtlenítőszert, amit ma átvehettünk. Ez 350 liter felületfertőtlenítő és 150 liter készfertőtlenítő. A fertőtlenítőszert a Vűz Kft. Ügyvezetője vette át, és ők is tárolják. A szállítmányból azonban jut a GESZ számára is. A most átvett mennyiség biztosan elegendő a szezon elejé elinduláshoz. Az önkormányzat azonban továbbra is keresi a lehetőségeket újabb fertőtlenítőszerek beszerzésére. A MOL-lal az Országos Tűzoltó Szövetség vette fel a kapcsolatot, a megrendeléseket és a szétosztást a Budapesti Tűzoltó Szövetség önkéntes tagozata koordinálja a megyei szövetségek közreműködésével. Egy olyan 12 ezer literes mennyiséget jeleztünk, hogy mi kérnénk ebből. A MOL nagyon gyorsan reagált, jelezte, hogy adományként jelen helyzetben nem tud, de nagyon kedvező áron. És a Budapesti Tűzoltó Szövetség kapta azt feladatul, hogy fölméri az igényeket és levezényelje ezeknek a megrendeléseknek az összegyűjtését a MOL felé egy kapcsolattartási pontként és számlázási helyként is. A szétosztásnak jelenleg a második üteme zajlik. Eddig országosan 23 ezer liter fertőtlenítőt osztottak szét, mintegy 200 településen. A szerből jutott a városgazdálkodási cégekhez, idősotthonokhoz, tűzoltólaktanyákhoz is. Zala megyében 11 helyszínre szállítottak felület- és készfertőtlenítőt a MOL és a Tűzoltó Szövetség munkatársai. 5600 liternyi felület- és készfertőtlenítő került 11 helyszínre leszállításra. Ebből a 11 helyszínből Keszthely az egyik, egyébként az egyik legnagyobb rendelési mennyiség, és ez összesen 25 szervezethez került. Egyébként a keszthelyi hivatásos tűzoltóknak is segítettünk, még önkéntes tűzoltóegyesületek, szervezetek, intézmények, itt is majd intézményekhez fog kerülni, idős otthonok is tartoznak ebbe az intézményi rendszerbe. A fertőtlenítőkből a hivatásos tűzoltók mellett az önkéntes lánglovagokhoz is jutott. Az Országos Tűzoltó Szövetség a MOL-lal karöltve azon dolgozik, hogy folyamatosan kielégítsék a felmerülő igényeket. A szövetség közvetlenül az egészségügy és a Magyar Honvédség után jutott hozzá a fertőtlenítőszerekhez.